legjobb álmaim azok, amikor a repülésről álmodok. Már gyerekkoromban is sokat repültem. Milyen lehetett Nagy László? Milyen ember lehetett? Ugye sajnos személyesen nem ismerhettem, de ahogy láttam, vagy ahogy például a fiát láttam, ugye? Tehát, hogy én nagyon hasonló karakternek képzelem el. Tehát olyannak, aki nagyon végtelenül érzékeny, rendkívül határozott ugyanakkor, és az általa fontosnak tartott és általa képviselt értékek mellett az utolsó csepp véréig kiáll. Bebicegett, bocsára támaszkodva egy még nálam is alacsonyabb, valami, úgy mondjam, valószínűtlen széles vállú fiatal ember, egy kék-fehér keresztcsíkos tengerésztrikóban. Ákos bemutatott egymásnak bennünket, kezet nyújtott, és akkor éreztem, hogy ez kézfogás. Nagyon nagy volt a kisugárzás, a vonzási köre. Tudom, hogy túlzóan beszélek, de ezek nem teljesen túlzások azért, mert ehhez még mindig képzeljük hozzá a költeményeket. A határozottsága, a szelid embersége, a mérhetetlen nagy szeretet, ami benne van, mert hát nem mindenkinek van egyformán, de neki nagyon sok volt, és adott is belőle. Hihetetlen, ugye, mert egy paraszti származású ember fölkerül Pestre, szegényen, elért egy szintet, nagyon magas szintet a költészetbe, tehát valahogyan a botjával menve is a sötétkék, nem sötétkék, azt hiszem királykék öltönyébe, tehát abszolút olyan volt, mint a herceg. Mindenki szerette. Még azok is szerették, becsülték, akiknek más költői hitvallásuk volt, vagy más nézetük a költészet szerepéről, egyebekről. Nem voltak vakok, meg süketek, meg szaglás nélküliek. Megérezték, megorrontották rajta, hogy ez egy igaz ember. Egy szóval arkangyali személyiség volt, kettős értelemben is. Ha volt két vagy három szép férfi arca 70-es években, az mondjuk Latinovics Zoltán volt, Nagy László és Mészöly Miklós. Megjelenésével, annak ellenére, hogy sántított betegsége miatt, ezt az ő megjelenése, arcának éle nézése, az fejedelmivé varázsolta. Nagy László ott dolgozott a Vésnél, ő volt a képszerkesztő. Én a kortársban a versrovat vezetője voltam, és Laci minden alkalommal lejött hozzám, és nem az irodalomról beszéltünk, hanem ezt az ökölszorítást gyakoroltunk, és mindig ő győzött, mert sokkal erősebb volt a karja. Az ő költészete meg az ő magatartása volt számomra több, mint bármilyen tanács. Az, hogy kísérjen meg én is, hogy legalább olyan kemény összhangba hozni a művet, meg a jellemet, illetve a magatartást. Mindenről, ami fontos, az életünkben Nagy László költészetében benne van. Azzal az átköltéssel, ahogy ő átköltötte a világot. Nagy szív.